Isten igéje élő és ható. Hallgasd minden nap, valld meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Több dolgot kaptam Istentől úgy, mint látást. Tehát konkrétan, hogy vagy álmodtam, vagy pedig kaptam egy képet, amit lerajzoltam, vagy lefestettem, vagy egyszerűen az igét olvastam, és megjelent előttem egy kép. Most erről szeretnék egy instant bizonyságot tenni, amikor ma énekeltük az Én hirdetem az élő Úr dicséretét. Én ezt álmodtam körülbelül egy héttel ezelőtt, és a férjemnek mondtam is, hogy álmomban az volt, hogy van egy nagy tömeg, és éneklem, hogy Én hirdetem az élő Úr dicséretét. És pont ez a dal volt, és sokszor voltak ilyen apróságok, amit Isten adott nekem, mint ajándék, hogy nem tudom, mi lesz a dicséret lista, de mindig van egy dal, amit biztosan tudok, hogy lesz. És volt több ilyen vasárnap, már mondtam a férjemnek is, hogy küldök egy szívet, ha ma is volt ez a dal, amit kaptam reggel. Vagy azzal kelek, vagy pedig megkapom, vagy azt hallgatom reggel. És nagyon érdekes, hogy Isten szól hozzánk, úgyhogy ennek az üzenetnek a címe nagyjából mostanra állt össze bennem, egy Istentől való látás. Először arra foglak titeket megkérni, hogy nyissuk ki a Bibliákat a Példabeszédek 31-nél. Írott Biblia van nálam, ezt direkt felcímkéztem az alkalom előtt, ami most ki is esett, de nem baj, majd megtalálom. Szóval érdekes dolgot fedeztem fel, amilyen ige szakaszokat fogunk venni, az a Példabeszédek 31, az Ézsaiás 11, a Hóseás 11 és a Jeremiás 31. A 2.31-es fejezet az igazából egy lányhoz vagy egy asszonyhoz szól, a 11-esek pedig egy gyermekről szólnak. Tehát Példabeszédek 31, a 10-es verstől. Derékasszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének mindennapjaiban. Haladjunk hármasával. Én korábban Harkály Mirjammal laktam együtt, és először neki beszéltem erről a szakaszról. Tehát derékasszony kicsoda találhat, ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Tehát azért, hogy derékasszony legyél, árat kell fizetned. Többet, mint egy igaz gyöngy. Ahhoz, hogy olyan istenfélő asszony legyél, amit a Példabeszédek 31 leír. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Rábízhatja a férje a dolgokat, mert gondoskodik róla, és nem fogy el a pénze, mert tud bánni a pénzzel. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének mindennapjaiban, tehát jó megvallásokat tesz. Nem hányja a szemére, hogy ezt nem jól csinálod, már megint nem voltál ott, már megint ezt is eltévesztetted, nem hiszem el, mert nem tudsz megváltozni. 13-as vers. Keresd gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. A 13-ashoz jelöltem még a 19-est, a 22-est és a 24-est. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Gyolcsot sző is eladja, és övet, melyet ad a kereskedőknek. Ez itt mutat egy olyan hölgyet, akitől nem idegen a kézműves munka. Varrás, fonás, szövés, tehát ha vonatkoztatjuk ezt a mindennapjainkra, akkor foglalkozik a ruházkodással. Beszerzi a ruhát, karban tartja a ruhát, kimossa a ruhát, és gondoskodik arról, hogy mindig jó állapotban legyen. Következő vers. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Tudjuk, hogy manapság ugye feljebb mentek az árak. Különböző dolgok vannak körülöttünk, ott van a háború is például, sajnos, és megtapasztaltuk ezt, hogy azok a termékek, amik eddig finanszírozhatóak voltak, nagyon meg kell válogatni, hogy hova megyünk vásárolni, hogyha szeretnénk jól gazdálkodni és jó helyekre fektetni. Messziről behozza az ő eledelét. Tehát ha lát egy akciót, akkor elmegy a távolabbi boltba is, hogyha tud vele spórolni, és megtervezi azt, hogy szerzi be azt az eledelt, amivel gondoskodik a háza népéről. 16-os versre megyünk, mert a 15-ös az kapcsolódik a 10,
4-eshez, hogy ugye eledelt ad a házának, rendel ételt a szolgáló leányainak, gondoskodik arról is, hogyha váratlan vendég van vagy látogató, kéznél van valami, amit tudjon adni. 16-os. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt. Az ő kezeinek munkájából szőlőt plantál. Mi lehet a mező? Gondolkodik a mező felől. A mező lehet mondjuk föld, lehet mondjuk telek, lehet mondjuk ingatlan. Tehát ez a hölgy gazdaságilag otthon van abban, hogy hogyan vásároljon, hogy gazdálkodjon, hogy fektessen be. Kezeinek munkájából szőlőt plantál, azaz gondolkodik arról, hogy hogy vessen és hogy fektessen be jó céllal. Tovább megyünk, itt ugrottam egyet, mert próbáltam így nagyjából 10 pontban összefoglalni, hogy mit kell innen kiemelni. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt, 28-as vers. Sok lány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Ez azt jelenti, hogy igazából ő, 25-ös versnél van előtte, ehhez kapcsolódik utána, erő és ékesség az ő ruhája, és nevetve néz a következő napnak. Ez egy boldog asszony. Nem kívülről táplálkozik abból, hogy örül-e, hanem belülről. Erő és ékesség az ő ruhája, és nem fél a holnaptól. És mivel ő boldog, ezért aki mellette van, a férje is boldog, és a fiai is boldogok. És dicsérik őt, hogy a te kezeid munkája dicsérjen téged a kapukban. Egyet kihagytam menet közben, hogy oszt is adakozik a szegényeknek, markát megnyitja a szegénynek, tehát még bőséges adakozó is. Senkit nem szeretnék kétségbe ejteni, hogyha mondjuk valamelyiket nem érezzük magunkénak hölgyként, hogy hát ez annyira nem igaz rám. Istennek van kegyelme, és Isten tudja kipótolni azokat a területeket, ahol nem tudunk olyan szinten hozni, mint a derékasszony. Menjünk a következőhöz, ami egy leányról szól, ez a Jeremiás 31 lesz. A Jeremiás 31.3 több szempontból megihletett engem. Így szól, a 2-től 5-ig olvasom. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép. Az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt. Messzűnen is megjelent nékem az Úr. Mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád irgalmasságomat. Újra felépítelek téged, és felépülsz, ó Izrael leánya. Felékesíted magadat, dobokkal és vigadók seregében jössz ki. Még szőlőket plántál Samáriának hegyein, akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcseivel. Mit látunk itt? Előttem megjelent az, hogy van egy személy, fegyvertől megmenekedett személy. Tehát kihívásba volt benne, harctérben, a harctéren volt, és onnan kijött. Isten előtte ment, hogy megnyugtassa őt. Ő volt a békesség, ő volt az árnyék, a nyugalom a tűző nap ellen. És azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek. Irgalmasságom továbbra is veled van, és felépítelek. Lehet, hogy olyanok ülnek közöttünk, nagy részünk mondjuk, akinek nem voltak pszichés problémái, akiknek nem kellett démonokkal küzdködni, vagy nem voltak mentális nehézségek. De mindenkinek adódhat olyan az életébe, hogy mondjuk egy nehezebb időszakból jön ki. És Isten azt ígéri itt, hogy újra felépítelek, és felépülsz. Azzal, hogy felépülsz, lehet, hogy mondjuk elvesztettél vagyont, elvesztettél anyagiakat, elvesztettél egy értékes kapcsolatot, elvesztettél embereket, vagy az álmodat. De Isten azt mondja, hogy újra felépítelek téged, és fel is épülsz. És nem csak, hogy felépülsz, de még örülni is fogsz, mert dobokkal és vigadók seregében jössz ki. Azok, akik körülötted lesznek, azok is örülni fognak, és te velük együtt fogsz örülni. És miután helyreállított téged Isten, és már az öröm szintjére eljutottál, szőlőket plántál Samáriának hegyein, tehát Isten akar téged használni az ő munkájában. Helyreállít téged, eljutsz az örömre, és használ az ő munkájában. Végigjárod azokat a szinteket, ami a felépülésben szükséges. És akkor a Hóseás 11-hez fogunk most menni, amit szintén ezzel kapcsolatosan kaptam.
Ez egy gyermekről szól már. Tizenegyedik fejezet első vers. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak füstöltek. Isten itt vágyakozik egy gyermek után, Izrael után, hogy szerette őt, amikor még egészen fiatal korától és Egyiptomból hívta ki, nehéz helyzetből. És ez egyébként, ez a rész referenciában van a Jeremiás 31-jel, azért is van az egyik reppemnek az elején, hogy mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt. A baáloknak áldoztak, eszük ágában nem volt Isten felé fordulni, nem volt rá indítatásuk. Elmondja Isten, hogy mennyire szereti őket és vágyik rájuk. Pedig én tanítottam járni Efraimot. Ő vette őket karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel. Volt-e már veletek olyan, hogy azt mondtátok, nem érzem Isten jelenlétét, nekem Isten nem segít, nekem miért nem segít, én miért nem kapok kijelentést? Én miért nem vagyok ebbe vagy abba a szolgálatba? Miért nem tudok haladni? Miért nem állt jobban meg a munkában? De közben nem vetted észre, hogy mennyi ember vesz körül, aki szeret. Mert van, hogy Isten embereken keresztül szeret. Emberi kötelékekkel vontam őket, leemeltem az igát a szájukról, és nyájasan ételt adtam elejükbe. Isten gondoskodik a napi ellátásunkról, arról, hogy szeretve érezzük magunkat, hogy legyen munkahelyünk, hogy tudjunk hol tanulni, hogy ne maradjunk egyedül. És sok mindent nem veszünk észre, amiről ő már előre gondot viselt. Ötödik versben azt mondja, nem tér vissza Egyiptom földjére, tehát nem mész vissza a világba. Kijöttél a világból, nem mész vissza a világba. Nekem ez volt az egyik ígéretem, mert engem azzal gyötört az ördög, hogy úgy is visszahúzlak. És mondtam, hogy nem megyek vissza. És proféciát is kaptam rá, hogy nem, soha megy szentség az Úrnak, és jön a világ fejedelme, de benned nincs semmije. És itt van leírva tisztán, nem tér vissza Egyiptom földjére. És itt ugyanúgy folytatja Isten, hogy az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem. De miképpen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izrael? Isten nem hajlandó elengedni. Ha te ezt is mondod, hogy nem akarlak téged, ő akar. Ő még mindig azt mondja, gyere, gyere vissza. Nem számít, hogy megbántottál, gyere vissza. Mert én még mindig vágyakozom utánad. Én még mindig szeretlek téged. 9. vers. Nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a szentek közötted, és nem haraggal jövök én. Nem haragszom rád. Bármit tettél, Isten nem úgy reagál, mint egy ember. Óriásit hibáztál, Isten nem úgy reagál, mint egy ember. Azt mondja, nem haragszom rád. És úgy gondolom, hogy az időm már a végéhez közeleg, úgyhogy én az Örökké szeret című reppel szeretném ezt lezárni. Gabrielának a prédikációs stílusa nagyon tetszik nekem, hogy ő tanít és énekel. Úgyhogy most jöjjön egy dal, és dicsérjük azt, aki akkor is szeret minket, amikor mi azt mondjuk, hogy miért nem. Efraim, nékem első születtem. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak füstöltek, de Isten vagyok én, és nem ember. Ezért nem haraggal jövök. Megragadtál engem, mindenható Isten, én egyetlen kincsem, olyan, mint te nincsen, nincs többé bilincsem, mert Jézus itt él itt benn, csak övé a szívem, erről megy a hírem, jól tudja a világ, szeretem Isten fiát, a feltámadott király, minden Jézusért kiált, ő nem lát bennem hibát, így nem számít már kilát, bolondnak vagy kibánt, elmondok egy imát.
mert örökké szeret, minden utamon vezet. Atyám olyan jó veled, hogy az élet bárhogy lehet, mert te fogod a keszemet. Mert örökké szeret, minden utamon vezet, az élet bárhogy lehet, de Szent Szellem csak veled. Mert örökké szeret, minden utamon vezet. Atyám olyan jó veled, hogy az élet bárhogy lehet, mert te fogod a keszemet. Mert örökké szeret, minden utamon vezet, az élet bárhogy lehet, de Szent Szellem csak veled. Megragadtál engem, mindenható Isten, én egyetlen kincsem, olyan, mint te nincsen, nincs többé bilincsem, mert Jézus itt él ittben, csak övé a szívem, erről megy a hírem, jól tudja a világ, szeretem Isten fiát, a feltámadott király, minden Jézusért kiállt, ő nem lát bennem hibát, így nem számít már kilát, bolondnak vagy kibánt, elmondok egy imát. Mert örökké szeret, minden utamon vezet, Atyám olyan jó veled, hogy te fogod a kezemet. Mert örökké szeret, minden utamon vezet, az élet bárhogy lehet, de Szent Szellem csak veled. Visszatükröződik a tengeren egy hatalmas város, fenn a hegyen, csak neked hódol a föld és a menny, szent nevedet zengik odafent, te és én az örök élet. Egyedül csak téged nézlek, örökké szeretsz engem, Atyám, és én szeretlek téged. Én egyetlen kincsem, olyan, mint te nincsen, nincs többé bilincsem, mert Jézus itt él ittben, csak téd a szívem, erről megy a hírem, jól tudja a világ, szeretem Isten fiát, a feltámadott király, minden Jézusért kiált, ő nem lát bennem hibát, így nem számít meg kilát, bolondnak vagy kívánt, elmondok egy imád. Megragadtál engem, az élet bárhogy lehet, mert te fogod a keszemet, az élet bárhogy lehet, de Szent Szellem csak veled. Mert örökké szeret, minden utamon vezet, Atyám olyan jó veled, hogy az élet bárhogy lehet. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.